Sziasztok, újra itt vagyunk egy újabb adással. Én nem más vagyok, mint Kioszke, és itt ül mellettem társam, kommentátor társam, Buci. Szia, Buci! Szia, Kioszke! Én is üdvözlök minden kedves nézőt, nagyon szépen így csíkozódik be mögöttünk azt, hogy a kezdés nem sokára. Hopp, el is tűnt, milyen varázslók vagyunk hirtelenjében. Megjöttünk a második elődöntőkkel. Ugye a debreceni roadshow, a Samsung League of Legends roadshow-nak a második elődöntőjével érkezünk ma, ahogy mögöttünk, így fölöttünk láthatjátok a két csapatot, a Team Horizon Reapers, illetve a Revenge from Hell, tehát egészen a pokolból érkeznek a srácok, hogy valahogy meg tudják verni majd a THR-eseket. Nem sokára kezdődik a mérkőzés, és majd ugrunk bele a tiltási és választási fázisba, de én annyit már így előre vetítenék, hogy ugye mivel elődöntő, aki itt győz, BO3, tehát kettő darab győzelem kell mindenképpen, az ugye a Vibe Multigaminggel fog majd találkozni élőben, Debrecenben, július 27-én. Így is van, BO3-as széria, mint azt már jól ti is megszokhattátok. Hát két meccset nyerni kell egyértelmű, viszont nagy a tét, ugyanis ez már a döntőbe való jutásért megy, és csatlakozunk be a tiltási és választási fázisba. Pontosan, megérkeztünk, a kék oldalon lesz az első mérkőzésen, majd a Revenge from Hell, tehát igazából szerintem elég majd csak, hogyha azt mondjuk, hogy Revenge, tehát a kék oldalos csapat lesz a Revenge-esek, míg Team Horizon Reapers, a THR csapat a piros oldalon kezd. Kíváncsi vagyok majd a tiltásokra, ugye vannak olyan hősök, vannak olyan szituációk, akiket általában szoktak tiltani a piros oldalon, gondolok itt például egy Vladimirre, viszont én úgy gondolom, hogy látták a múltkori meccseket a Revenge-es srácok is, és azt a Hecarimot elveszik Bluzortól, nem véletlen. Nem véletlen, Bluzort kezében is nagyon szépen muzsikál ez a hős, abár a tegnapi nap folyamán láthattuk a Vildnél, hogy ott is azért tarolhatni lehetett ezzel a Hecarimmal. Ami biztos, Ryze se érkezik az idézők szurdokába. És hát érdekes, majd még kiderül, hogy ki lesz az a 2-2, vagy hát 1-1 tiltás mindkét oldalon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tiltott, célzott kitiltások lesznek-e. És itt is van, amit mondtál, Vladimir, egyértelműen el kell venni mindkét oldalról. Nagyon erős a hős, többször is láthattuk, hogy mit lehet vele művelni, úgymond meg lehet vele őrülni. Hát igen. Pontosan, így viszont kedvez a vörös oldalnak egy tiltással még pluszban a Revenge csapata, ugye Ryze illetve Gangplank volt az utolsó kettő, hát és nem azt mondom, hogy elveszik Little Ponytól azt a Janet, pedig aztán ő is elég szép játékokat tud velem mutatni, de mindenképpen az első választás egy támogató hős a kék oldalon, akinek rettentő sok olyan lehetősége van és képessége van, mint például a Monsoon, amivel nem csak hogy gyógyít, hanem akár megakadályoz egy támadást vagy egy kezdeményezést, tehát mindenképpen ezért szoktuk ugye Jannát hívni az ITV hercegnőjének, ez az indítványozott támadás visszaverése. Hát ez az Engage-nek a magyarosítása, vagy nem tudom, ilyen házi magyarosítás. Tökéletes, tökéletes. Illetve ne felejtsük el, hogy laning fázisban azért Jannának vannak pajzsai, amivel a lövészét meg lehet védeni, és hát az ellensebzés pedig azt is le lehet védeni, illetve azért valamilyen szinten ez a Janna választás jó lehet, miközben egy kis Teemo hát mutogatás. Ha már a pokolból. Érkezik a csapat, vagy legalábbis a Revenge mindenképpen From Hell, tehát azért lesz én úgy gondolom megmutatva egyelőre ez a Teemo, de akár még választhatnak a Sivir, mindenképpen úgy gondolom, hogy egy jó választás, egy jó lövészjátékos, abszolút erős tud lenni, és jól tud szuperálni együtt Jannával, tehát mindenképpen jól tudnak majd az ösvényen ketten együtt mozogni, miközben Bluzor, én úgy gondolom, egy magabiztos választást hozott, Rek'Sai személyében meg lesz a tankosság, illetve a kezdeményezés is, míg Skinzor pedig egy Viktorral fog, hát saját bevallása szerint fidelni, ugyanis még tegnap éjszaka Little Pony streamjén kijelentette, hogy ő ma iszonyatosat fog fidelni, vagy hát ki tudja, meglátjuk majd az első mérkőzésen, mit játszik ezzel a Viktorral, de ugye azért ők bannolták azt a fajta azért,
akinek csodálatos császári falangszai vannak, hogy Tana szavával éljek, és közben egyébként egy Echo, illetve mégiscsak Ezreal érkezik majd a kék oldalhoz, nem akarták Sivirt elhozni, maradnak inkább az ugráló Ezreal-nél. Amit fontos kiemelnünk, hogy Ezreal a játék középső és végső szakaszába tudja megmutatni az ő sebzését. Azért is, mert azért neki farmolni kell, illetve tárgyakat kell szerezni ahhoz, hogy meg tudja mutatni, hogy milyen sebzés rejtőzik benne. Egyértelmű, hogy neki időt kell lesz nyerni a játék első szakaszába, erre tökéletes ugyanis a Janna választás, így meg tudják őt, vagy hát meg tudja majd őt védeni. Másik oldalon pedig Jarvan választás. Jarvan abszolút Frader nevéhez, én úgy gondolom, hogy tökéletesen jól működik Jarvan. Hasonló módon Little Pony-nak a Namia, amit még Darcig ugye hát szegény One Trick Pony-nak nevezett, de ez nem igaz, ezt tudom hát legalábbis bizonyítani, ugyanis azért tegnap nem. Én tegnap szerintem nem is játszott Little Pony hajnalban Namival, tehát teljesen más támogató hősökkel jött, tehát azért neki is megvan a hősbázisa, mind Karma, mind Janna, mind pedig Morgana azért ott lehet, de most megmutathatja az ikonikus választását Namit, aki mind a Balaton képességével, ez ugye az ultia, ez is ilyen házi fordítás, mind pedig a buborék börtönökkel azért nagyon jól tud mind kezdeményezni, mind pedig akár szintén csak megállítani egy-egy érkező vagy rajtaütést, vagy kezdeményezést. A középső ösvényre Viktorral szemben egy LeBlanc érkezik, míg a felső ösvényre a Kraken papnő és az ő temérdek mennyiségű csápja fogja majd zavarni Fradernek a Jarvanját. Még egy lövész kell a THR-hez. Kíváncsi vagyok, hogy kit hozzál. Másodperceken belül valószínűleg ez ki is derül számunkra. És hogyha már beszéltél Namiról, akkor ne felejtsük el, hogy farmolási szakaszban azért ő életerőt tud visszatölteni, ellenben Jannával, akinek persze csak pajzsai lesznek. A LeBlanc választás azért az mindig a szívem csücske, én nagyon szeretek vele játszani, őszintén megvan, úgyhogy remélem, hogy el tudok majd lesni egy-két trükköt legalábbis. Warframe, vagy hát az biztos, hogy érkezni fog. Kérdés az, hogy mennyire lehet majd kihasználni azzal a Viktorral szemben. Level 3-tól azért gondokat fog okozni a középső ösvényen. Viszont Echo. Echo-ra kicsit kitérnék, ugyanis ő azért nem csak sebzéssel fog rendelkezni, hanem játék középső szakaszában, illetve már az elején is lesz elég tankossága, ha vásárol vagy természetesen itemet hozzá, de ő be tud ugrani a buliba, és képességének köszönhetően pedig majd ki is tud majd érkezni ultiának köszönhetően. Hát és itt van a kérdésedre a válasz, lövésznek pedig nem más, mint pedig Lucent hoznak el utoljára. Valamilyen szinten meg is értem, ugyanis egy Ezreal szemben jó választás lehet, és fel lehet venni a harcot. A kérdés az, hogy lesz-e ösvénycsere ebben a játékban, ugyanis akkor teljesen más képet kaphatunk majd a játékról. Pontosan, talán az ösvénycsere az egy ritkaság, magyar viszonylatokban nézve még, de attól függetlenül gyakorolják már a srácok ezt a taktikát is. Ez is olyasfajta információ, amit néha-néha napján azért egy-egy csapatkapitány vagy menedzser el szokott árulni, hogy kikkel játszanak esetlegesen olyan scrim meccseket, olyan gyakorló mérkőzéseket a világ tájáról, amikor 5v5, tehát egy olyasfajta bemelegítés és gyakorlás folyik, amikor mindenki itt van és nem csak szólókjút játszanak. Illetve azért én úgy gondolom, hogy ha nem tudja az ember jól megjátszani az ösvénycserés forgásokat, akkor abból még akár vissza is üthet az idő, az a lemaradás, amivel, hogyha nem tudják esetlegesen a második tornyot elhozni, vagy bevédi a másik csapat, akkor bizony egy-egy felső ösvényes hős, ugye jelen esetben még Jarvan, illetve Aloy lesz majd egymásra szemben, hátrányt élvezheted, lemaradhat például farmolásba, de nézzük inkább meg, hogyha már van még három perc már a feléből letelt, hogy kinek milyen lehetősége van egy-egy olyan kezdeményezésre,
amit mondjuk csapatharc szintjén meg tudnak tenni. Ugye egyrészt ott van Echo, tehát én úgy gondolom, hogy rá nagyon nagy szerep fog hárulni, hogy ő mennyire tud majd beugrani, mennyit tud majd kábítani esetlegesen. Egy jégkesztyűvel. Vagy akár egy jégkesztyűvel abszolút lassítani, vagy az időbanditával. A kérdés, hogy fog építkezni ez a dzsungeles Echo. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mennyi az a sebzés, amit vásárol, lesz-e rajta például rúna visszhang kiegészítés, vagy inkább tankosra veszi a formát, szerintem kell neki az a plusz sebzés, tehát én azt mindenképpen pártolnám, illetve a későbbi tárgyaknál lesz majd nagyon leszek majd nagyon kíváncsi, hogy inkább a tankosításra megy rá, ami egyébként nem rossz, főleg, hogyha megnézzük, hogy azért ellene Rek'Sai lesz, aki alapvetően elég sok életerővel fog rendelkezni. Illetve hol, tehát a többi ösvényen én inkább azt mondom, hogy persze LeBlanc rettentő jó, 1v1-be, még egy csapatharcban is szépet robbanthat, de attól függetlenül talán Echo az, aki iszonyat mód rá lesz kényszerítve a kezdeményezésre. Illetve Aloy, hogyha egy lelket ki tud tépni, sőt, teszem fel Genikánnak a Lucianje, vagy Netantan Skinzornak a Viktorát, jó időben jól elkapja, és lesebzi, na az még fájhat még egy harc előtt, vagy hát egy jó kezdeményezés természetesen, illetve hát LeBlanc beugrik, és tudjuk, hogyha el van fűdelve egy picit LeBlanc, vagy legalábbis jó farmolnak vele, akkor az ő sebzését tisztelni kell, főleg, hogyha egy olyan karakterre megy rá, aki tárgyainak köszönhetően csak sebzést vesz. Pontosan, azért mindenképpen az ilyen papírabb karakterek, azok azok ilyen esetben ugye LeBlancnak hát kellő kis, nem tudom, célpontjai lehetnek, akiket könnyedén meg tud majd enni, zabálni. Viszont szépen lassan töltünk be majd a játékba. BO3 mindenképpen, tehát 2 darab győzelem kell. Vagy a Revenge from Hell csapatától, ugye akik most jelen esetben kék oldalon fognak játszani, vagy a Team Horizon Reaper csapatától, akik az első mérkőzésen piros, majd a következőn kék oldalon fognak szerepelni. Most közben megnézhetjük, hogy ki milyen hős kinézettel jön, illetve egy picit tudunk rá pillantani a kulcs mesterségekre is. 3 darab villámfejedelem akarata, amivel érkezik a THR, mind középső ösvényen, mind a felső ösvényen, és még Little Pony-nak a Namiánál is ezen kulcsmesterség található meg. Így van, és lehetne mondani egy forma, ugyanis Jarvan-nál is, illetve Aloy-nál is azért teleport található a felső ösvényen. Ők azért szeretnének minél hamarabb csatlakozni esetlegesen egy csapatharchoz, vagy visszatérni minél hamarabb az ösvényre. Kérdés az, hogy mennyire lesz majd ez kifizetendő. Én mindig szeretek erre kitérni, ugyanis 6.13-as patch-el játszunk, ahol ezt a képességet gyengítették, és nagyon sokszor külföldi kommentátorok is pedzegetik, mi is azért át szoktunk menni arra, hogy lehet, hogy egy kifárasztás vagy egy égetés jobb lenne a felső ösvényre, de hát most ez nem játszik. Nem úgy, mint a középső ösvényre. Nem úgy, mint a középső ösvényre. Szóval a középső ösvényre is. Ugye vannak olyan hősök, akikkel érdemes elhozni a teleportot, de kérdés az, hogy a 4,5 másodperc, ami ugye most a teleportnak az ideje, amíg megérkezik, megmutatkozott már a meccseken, hogy nem egyszer késve jön meg, akár a felső ösvényes, akár a középső ösvényes, hogyha ezt az idéző képességet hozta, így ugyan meggondolandó, hogy ezt válasszák-e majd a hősök, de abszolút, hát én úgy gondolom, hogy agresszió, amit mutat a THR csapata, Little Pony-nál is egy égetés van, nem csak Skinzornál, míg azért Logan the One egy kifárasztással érkezik Janával, és amint látjuk Warfare-en pedig egy égetés van LeBlanc kezébe, tehát a középső ösvényen szintúgy égetés az égetéssel néz szembe. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy durva kis buli lesz. Ami biztos, a THR csapat együtt indul meg az ösvényen, és szeretnék az ellenfél jungle-ébe valamilyen szinten bemenni, de nagyon jól visszamozdulnak. És visszatérnék még egy gondolatra,
Azért ez merész. Egy LeBlanc-kal szemben nem kifárasztást hozni, nincs egyetlen egy kifárasztás egyik oldalon sem, miközben... Magabiztosak a srácok, magabiztosak, azt mondom. Magabiztosak, ho-ho-ho, azért megmutatják, hogy a TR be mer menni az ellenfél jungle-ébe, akkor is, hogyha ott már őrszem van kihelyezve. Hát, megy ez a dolog, kapok. És apája és dagája a kezdett Little Pony, tehát aki szurkálódás meg lesz mindenképpen a játék korai szakaszában. Nominál, és közben szeretném megköszönni Hun Igornak, vagy Hun Igornak a feliratkozását, és üdvözlünk a csapatban, ugyanis neki ez az első feliratkozása. Szia, bizony, itt a feliratkozók között. Köszönjük szépen a támogatást. Miközben a THR abszolút agresszívan, egy ilyen kis félinváziót hajtott végre, egy mélységi vagy mélységibb őrszemet elhelyezett, így tökéletesen látják azt, hogy majd segíteni fognak Sotinak, Koti Echojának elhozni az ősik rúgokat. Folyamatosan jön az apály és a dagály, ezzel mind gyógyítani, mindezért sebezni tud majd egy picit Little Pony Namia. Közben Skinzor, látjuk, hogy a pajzsal kezdtek. Így van, és Little Pony nagyon agresszív, megteheti ezzel a Namival. Szeretné valamilyen szinten az alsó ösvényt a THR uralni, ezt meg is tudják tenni, köszönhetően ennek a felállásnak. Valamilyen szinten a Revenge-től inkább visszáhúzódnak a saját tornyuk alá, megvárják, hogy a Minionok oda jöjjenek hozzájuk. Ez real. Kell neki az idő, kell neki a tárgyak, míg felső ösvényen azért Frader level 2-t megugrotta és lehet cserélni, sőt villan! Mindkét játékos elvillan torony alá! Merészkedik Frader, de ebben a szinten... Nem volt éppen töltési időn volt minden képessége, elhasználta a Demáciáért, úgy gondolom, azt a jó kis zászlót, amivel nagyon szép volt a felütése. Miközben mindkét felsősvény játékos romlás italával érkezett, aminek a tölteteit már el is használták. Ó, talán a buborék az alsó ösvényen. Geniken nagyon szépen kimozdul Glory-ra, viszont hát ott van. A felső ösvényen pedig megérkezik Bluzor, és az első gyilkosságot el tudja hozni a Rek'Sai. Tökéletesen tudták, ugye, hogy nincsen villanása Azrilla Illaoi-jának, mert jó volt a kezdeményezése Fradernek. Ugyan ő is utána villant, de nem tudta már torony alatt megölni, nem volt képessége, amivel még pluszban, akár egy lángyos szúrással befejezhette volna a Kraken papnőt, viszont gyorsan odaszólt Bluzornak, hogy gyere föl, üssél rajta a felső ösvényen, mert nincsen villanás, tökéletes volt a felütés, így megvan az első gyilkosság Team Horizon Reapers csapatánál, rögtön kettődől a hosszú karddal lett gazdagabb a felső ösvényes gyármanunk, aki kihasználja a teleportját hasonló módon Azrillához, így mindketten a felső ösvényre érkeznek, megpróbálnak minél kevesebb Miniontól megszabadulni, szeretnék azt, hogy jöjjön. Olyan, középső ösvényen megy a cserebere, Skinzornak azért van mit tartani, ha bár LeBlanc-nak kijött a passzív képessége, így az már nem lesz elérhető egy ideig. Hát mindkét karakterben, mindkét hősben van azért sebzés, van spiritus, hát ne felejtsük el, hogy azért támogatáshoz a szükség kellene, hogy legyen, vagy legalábbis a jungle-ek is től, hogy gyilkosságot tudjanak elhozni az alsó ösvényen, meg azért Glory némi-némi sebzést megesz, és felső ösvényre megint érkezik Szotyi, Frater lehet bajban, a kábítás tökéletes rá, Azrilla még visszafordulhatna rá, viszont ez nem teszi, Szotyi próbálja elhozni a gyilkosságot, és el tudja hozni a gyilkosságot, egy-egy, miközben a középső ösvényen is volt egy cserénk, Skinzoron ment végig a lánc, de haza tudja küldeni LeBlancot, Warfare-nek nagyon-nagyon kevés az élete, viszont Bluzor ott van a középső ösvénynél, ott van a vörös pengecsőröknél, akár egy jó kis alagúttal indulhat is, és még a torony alá is érkezhetnek. Nincs rálátása erre Warfare-nek, ezért visszajön. Ugrását most elhasználja, és Bluzor talán az megpróbálja megkerülni, nem is, hát érkezik, két toronyár érkezik, a villanása kimegy LeBlancnak, de be lehet fejezni, még egy gyilkosság a THR-nél, és az alsó ösvényen Geniken meg van őrülve. Torony alá szeretett volna menni, viszont itt még nem lesz gyilkosság. Itt még nem lesz gyilkosság, és az ősi érmével kezdett Logan, tehát neki mindenképpen lesz plusz páncélja, ugye ez is a változtatásoktól jött. Érdemes akár már ezt a talizmánt is kifejleszteni.
És villanás volt a választ, azért Bruiser is bebiztosította az ő felütését, hogy a torony alatt meg tudja ölni a középső ösvényes Revenge from Hell játékos, és rögtön építi is már magának LeBlanc, a mélységi jogart Negatron palástal kezdett, érzi azt, hogy Skinzorban lévő sebzés és robbantás, amit Viktor képes véghez vinni, az bizony fájdalmas lesz, tehát kicsit defenzívebben kezd el építkezni majd a középső ösvényes LeBlancunk, még akár Frader vonulgathat át a dzsungelbe, egyrészt azért, mert van egy 10-11 fős minion előnye, tehát farm előnye van a felső ösvényen, pont ezért kicsit elvonulhat, tisztogatja az őrszemeket, kihelyezi a sajátját, és látjuk, hogy azért szépen vág már egyet. Ó, lélek kitépés tökéletes, és végig lehet, hogy még a torony is segített. Viszont amire fontos kitérni, az a lövészek közötti farm különbség, ugyanis az egyszerűen sok. Geniken 52-3-mal ott van már a 6. percben, míg ellenben Ezreal, hát 29, most 30. Igaz, az istennő könycseppét megvette, a jelzőket lehet halmozni, de ez nagyon nagy lemaradás. Nagyon szépen védekezik közben Skinzor az ő kis gravitációs mezejével. Ha túl sokáig maradna benne és nem ugrana vissza kiinduló pozíciójába Warfare, akkor bizony a kábítás az mindenképpen fájdalmas lenne. Pony lebukott, viszont Bruiser nem találta el Glorynak. És megindult Bruiser, egyértelmű Janna a célpont. Villanást kell áldoznia azért, hogy életét ne tudják elhozni a THR-esek. Idézői képesség. Idézői képesség pontosan. Cserébe nem áldozott fel semmit. A THR csapata jó volt az alagút, majd utána még Pony szépen segítette. Buborék börtön talál. Talál. Viszont Bruiser már nincs itt az alsó ösvényen, középső ösvényen pedig megy a csere, hát nem is csere, Viktor! Egy-egy a cserének! Nem elég, pörgött rajta az életerő ital, miközben az alsó ösvényen. És a felső is mindenhol harcolat. A felső ösvényen elhasználja Aloy a végső képességét, és Jarvannak vissza kell vonulnia. Így gyilkosságot nem tudnak elhozni, és az alsó ösvényen is nagyon agresszív mindkét csapat tagjai. Hát, akciódús egyértelműen, és felső ösvényen kezdeményezés kivillan Praternek a végső képességéből Aloy. Igaz, itt van Bruiser, gyilkosságot el lehet hozni. Mi történik itt? Pont ezért lehetett kezdeményezni a kataklizmával, mert tökéletesen tudta, hogy itt van az a Bruiser, aki... Ajaj, Szotyi van itt. Alsó ösvényen Geddykent lehet büntetni, Szotyi jó itembe érkezik. Visszafordul még pofátlanul, nem tudott elmenekülni, és nagyon fontos, Glory kapta meg a gyilkosságot. Pontosan a felső ösvényen is odaadta egyébként Bruiser Fradernek a gyilkosságot, ez mindenképpen jó volt. Most pedig az alsó ösvényen látjuk, hogy Szotyi lekészítette konkrétan Glorynak is egy lövéssel le lehetett fejezni Genikent, aki villant, gyógyított, minden idézői képességét megpróbálta kihasználni, hogy el tudjon menekülni. Ő konkrétan már tőr és kardgyűjteményt vásárolt be, fog az öt tőr, kettő darab hosszú kard, plusz még ugye Dorannak a pengéje, tehát mindenképpen tud majd szurkálódni, nem csak a fény láncsákkal, a sebzés is mindenképpen érkezik majd ahhoz a Lucianhez, és a farmokban így egy picit vissza tud jönni Glory, viszont megint kiment Warfare-nek az ő passzívja, és nagyon jól láttuk, hogy Skinzor tökéletesen találta el. Bruiser érkezik a felső ösvényre. Aloy megint a sírban van. Most már lassan azt mondom, hogy babysitted a top, tehát komolyan. Abszolút. Bruiser Benazir volt lenne az alsó ösvényen is, tehát ő nagyon-nagyon sokat járkál az ösvények között, és a rajtaütéseket sikeresen hajtja végre, azért az alsó ösvényen is el tudtak venni egy villanást Logan the One-tól, tehát az is sikeres rajtaütésnek számít, viszont a felső ösvényen már 3 gyilkosságot tudtak elhozni, ebből 2 Frader megkapott, Tiamat már nála is ott van, illetve egy fogazott tör. Még egyébként azt akartam mondani, hogy Bruisertől szeretnék bocsánatot kérni annyiban, hogy miért is gondoltam volna, hogy olyan tankos Rek'Sai lesz, harcos kiegészítő plusz egy fogazott tör, ez konkrétan egy full AD Rek'Sai lesz, kemény sebzésekre számíthatunk, akár tőle is.
miközben egyébként Little Pony-nak kéne adni még egy-egy támogatást, egy gyilkosságot ahhoz, hogy például Szotis, az a... Szotis, hát mit csinálsz, villania kell? Hát Bruzor! Úgy látszik, megvan, örülve ezzel a karakterrel. És a Préda leső ténylegesen leste a Prédát, meg is találta, miközben megint csatálói lehet bajban. Frader abszolút agresszívan tolja fel az ösvényt. Ohohohoho! Hát Frater, mit csinálsz, barátom? Torony alatt, kérem szépen. 14. perc. Gyász. 7-3-as a gyilkosságok aránya. Nincsen igazából Karthus a játékban, de ez egy gyászcsapás volt, amit jóformán most Frader a kataklizmával művelt. Tényleg itt még nagyon kevés életereje volt a toronynak, tehát még akár úgy is tankolhatta volna egy kicsit, hogy a torony sebzést megeszi, most el fogja hozni a játék első tornyát a felső ösvényen, így megvan már. A torony előnye is nem csak az arany előnye a THR csapatának, az az arany előnye még 5300 rettentő sok, főleg a 12. percben. A hasonló ösvényre pedig érkezhet Szotyi megint jó itembe, habár rálátásuk erre van a THR-eseknek, így nagyon szépen vissza tudnak súlyogni. Így ez a rajtaütés, hát nem sikeres. Míg a középső ösvényen azért megy a cserebere, a lánc nem talál, Skinzor viszont megesz némi sebzést, és megint Bluzor érkezik a felső ösvényre, Frater megérkezik, de hát Bluzor megint el tudja hozni a gyilkosságot, így egyel megint növekszik az ő táblája, a Skolski pedig már a középső ösvényen van. Jó a zónázás Skinzor részéről, viszont Villana LeBlanc így el tudja hozni a gyilkosságot. Válasz egyértelműen. Villan égett, tehát minden abszolút biztosra ment Warfare. Nagyon szép volt még tényleg a zónázás, amit kiemeltél, viszont cserébe elhoznak egy kettes szintű tornyot, Bluzor, illetve Fridernek a párosa. Nem biztos, hogy megérte ezért az egy gyilkosságért mind a villanást, mind pedig az égetést is rááldozni. Természetesen így azért Warfare még mindenképpen meccsben van, de hogyha ránézünk a farmokra, egyszerűen minden ösvényen olyan dominanciával rendelkezik a THR, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz majd a Revenge from Hell csapatának bármit is kezdenie azokra az emberekkel, akiknek már kész van lassan az első tárgyuk, megvan Yomu szellemkardja. Jarvanon készül már az első tár, és szerintem a pénze is nagyjából megvan Genikennek arra, hogy ő is elkészítse ezt. Óha, Bluzor pedig még egy pörölyjel lesz gazdagabb, egyszerűen, konkrétan, hát már megvan a sebzése, és nem tudom, brutális lesz ez a Rek'Sai, hát én most érem. Egyből menekülnie kell, Szotyi megint az alsó ösvényre érkezik, kipárasztás, kimegy Namira, viszont gyilkosságot nem lehet eddig elhozni, és ott hagyja a fogát, Glory! Elszámolja magát, felső ösvényen pedig megint bajban lehet. Megint büntetve van Prater egyszerűen. Még a végső képességét is elhasználja, hát még egy gyilkosságot el tudod hozni. És hogyha ez nem lenne elég, akkor középső ösvényen pedig Viktor el tudja hozni a T2-es tornyot. T3-as elnézést. És akkor már 3-as, akkor 3-0 a torony csere, Szotyi lehet bajban, lassítás kiérkezik, viszont jó a tornádó, Skinzor. Skinzor elhasználja a végső képességét, Bluzor még itt van, hogy őt segíteni, villan, viszont elszámolja magát, Szotyi nagyon jól vissza tudott mozdulni. Hát, piros erősítésre az övet volt mondani. Illetve látszódott az ereje annak a Negatron palásnak, valószínűleg biztos, hogy be tudta volna fejezni Skinzor ezt a gyilkosságot, hogyha nincsen varázs ellenállása annak a LeBlancnak, illetve még szerencsére volt nála egy kis gyógyító itóka, így amikor kiérkezett rá az égetés, ezt elhasználva túl tudta élni a hátulformán 1v1-es csatát Skinzorral. 5 torony a nullára, ugye pont amikor átvettem a szót, akkor 3-0 volt, most már 5-0. Aloy-nak egyszerűen nincs nagyon maradása a játékban, folyamatosan Bruzor és Frader párosa vagy ketten, vagy egyedül a Frader ki tudja szedni, és az északi dzsungelben próbálja üldözni. Szotyi, barátom, hát mit csinálsz? Egyszerűen megérkezik végső képességével, még életelőt tud visszanyerni, de hát Frader, kérlek szépen, el tudja hozni a gyilkosságot, Rek'Sai pedig lecsapja Aloy-nak a fejét. Így még egy gyilkosságot be lehet sebezni. Johnnának kell menekülni, és LeBlanc elpozícionálja egyszerűen magát. Menekülnie kell képességének köszönhetően. Kijön a víz azon, de hát
Valószínűsítem, ő még el tud majd menekülni. De nem, Bruiser itt van. Hát, hogyha nem Bruiser, akkor pedig Frater. Három gyilkosság. Megint ott landol. A Team Horizon Reaper csapatánál pontosan, és egyszerűen már nevetséges, amit sebez Bruiser. Tehát, hogy konkrétan ráugrott arra az ekkora, illetve utána ugye Azrilának az állójára, és két képességből konkrétan nulla életerőre csökkentette, Little Pony is hát merészen ráugrik Szotyira, jöhetnek a sebzések, utána meg még egy kis őrszám takarítás, sárkányra még nem mozdult ki egyik csapat sem, így ilyen erősítésekkel nem rendelkeznek. KN kardot vásárolt még pluszban Frader, tehát hogyha eddig nem lett volna brutális mondjuk az a kataklizma, illetve az előtte lévő sebzés, akkor most már ne legyen kétségünk arról, hogy ő nagyon sokat fog sebezni. Lehet bajban, jó rá a kábítás, viszont a buborék is jó volt. Időkérdésében el lehetett hozni az alsó ösvényen a gyilkosságot, középső ösvényen pedig Frater büntet, Szotyinak menekülnie kell, neki van még végső képessége, ha bár te oda-vissza a buliba nem akarsz azzal menni. Középső ösvényen Skinzor tudja büntetni a tornyot. Egy gyilkosságot elhoz a Revenge from Hell csapata, méghozzá Little Pony volt, én úgy gondolom kicsit túl merész, nagyon előre vonult, nem voltak ott mellette a társai, illetve a folyamatos CC-ből ő sem tudott kijönni. Kérdés az, hogy megvolt-e már akkor az ő végső képessége, talán még töltési időn volt, illetve nem használta Warfare egy darab kombót, egy fél kombót S-Max Skinzortól, és így is vissza kell vonulnia a saját bázisára, fél életelőre csökkent rögtön az a LeBlanc, ahogy találkozott Viktor és az ő sebzésével, aki hát duplázza, sőt már nem is csak, hogy duplázza, már többet is farmol, mint dupla annyi a középső ösvényen, de talán már ezekről a farmokról nem is nagyon éri meg ki szólni, mert egyszerűen sokkalta erősebb most a TH csapata. Az első sárkány megvolt közben, ez még hozzá egy hegysárkány volt. És a Bruiser már megint ott van, érkezik az alsó ösvényre, egyből villan Janna, és Munsonnal azért még lehet valamilyen szinten kitébe kezdeményezni. Szotyi megérkezik, kicsit késve, Aloy pedig el tudja hozni azt a gyilkosságot, így már ő is egy gyilkossággal rendelkezik ebben a játékban. Szotyi próbálja Bruisert lekövetni, de hát ő el tud menekülni, sőt még a sújtása is kérkezik, nagyon szép a felütés. Bush jön ki a végső képesség, de ez késő, az életével fizet, és Szotyi még mindig próbál valamilyen szinten kezdeményezni, Bruiser pedig tud menekülni, Little Pony pedig életerőt tölt vissza képességének köszönhetően, még visszafordult Bruiser, hát mit csinál, nagyon pofátlan, ugyanis Skinzor megérkezik, gyilkosságot lehet elhozni, kipárasztás egyből megérkezik rá, viszont ez nem állítja be Skinzor. Gyilkosság megint ott van rajta, eszméletlen! És ketten tartotta, Bruiser és Pony párosa tartott öt ember. Brutális volt, addig tartottak fel öt embert, míg megjött Skinzor, lehet, hogy Bruiser meghalt, de attól függetlenül még tudtak szépíteni egy gyilkossággal, és rettető sok mindent kellett elhasználni a kék csapatnak ahhoz, hogy itt bármi is, bármiféle gyilkosság is megtörténhessen. Próbáltak Ponyra is, próbáltak Bruiserra is fókuszálni, nem biztos, hogy ez volt a jó ötlet, ugye így megosztották az ő figyelmüket, az öt embernek a figyelmét. Azt hiszem mindenképpen ki kell emelni, hogy Azrila nagyon szépen használta a teleport képességet, pont azért tudott az egész csapat mögé érkezni, és Geniken nagyon kevés élet erejét jóformán egy támadással Geniken megölni, miközben még egy toronnyal lett gazdagabb a THR csapata. Ott van náluk ugye a hegysárkány erősítés, ami mind az épületek, mind pedig a nagy célpontok ellen nagyon jó lehet, plusz sem. Frater megint büntet, és másodpercek kérdése, és csere-bere, mindkét játékos el tudja hozni a másikat. Nem erre számítottam a tárgyakból ítélve, ez engem is meglepett, és őrszemeket kell takarítania. Jó helyen voltak azok a csápok, tehát folyamatosan tudták Fradert 3-4 csáp ütni, tehát az volt az egyetlen egy
szerencsé, illetve jó pozíciója Aspilának, hogy jó helyen volt. Brúzon lehet bajban, vissza kell ugrania LeBlancnak, hogy megint is van. Végső képességét használja, nem csak ő, hanem Janna is, de Geniken megy előre. Megy előre, de hát mit tud csinálni, egyszerűen sebzése van. Ő megtehet, és ott vannak a csapat többi tagja a hátába. Így van valami támogatása is. Little Pony pedig egyszerűen azt mondja, jó, most rácok, csináltok, amit akartok, egy bemenik a Lady Jungle-be, és kiszedem a personeket. Köszönhetően annak az előnynek. Jó, a lélek próbatétel. Így azért lehet valamilyen szinten válaszolni, de leütni nem lehet. Hó, a Chaos Fiat nagyon szépen sebez. Felsősvényes barátunkra. Szotyi még érkezik, de későn, illetve hát valamilyen szinten azért neki is vigyáznia kell, ugyanis végső képessége nem elérhető. Bluzor érkezik a buliba, Szotyi elszámolja magát, nem tudott menekülni, gyilkosságot Little Pony tudja elhozni, és LeBlanc ott hagyja a fogát, ő is. Glorynak menekülnie kell, két gyilkosság már ott rondol a THR-nél. Baron, Nashor, hívás. Illatot érve. Akár még az is lehet, van elérhető végső képessége Bluzornak, de még nem mozdulnak ki a Baron Nashorra, bármennyire is 10 másodpercig még halott. Az ellenfél dzsungelese, Frader inkább az ő gyorsaságával. Hát gyorsaságával, hát végső képességes Glorynak már menekülnie kell, neki gyógyítása még elérhető. Szotyi érkezik, de hát ez mit érdekli? Frater elhozza az inhibitort a felsősvényen, és Szotyit már el is tudja düntetni. Egyszerűen horribilis sebzés lakozik ebben a Fraterben. Hát. Nem csak benne, hát ez a legviccesebb, hogy Bluzor is nagyon jól tud sebezni. Hát konkrétan úgy maradtunk le, hogy nem esett le szegény Warfare, tehát a felütés közben halt meg. Még jó a lélek próbatétel, így sebezni lehet, de hát eközben Viktor állóit el tudja hozni, Glorynak pedig menekülnie kell. De hát nézd meg, mennyi életereje van. Hogyha még jó lett volna az a kis visszaköpködés Bluzortól, akkor egyértelmű, hogy be tudja fejezni. Ezről azért válaszol, meghúzza a ravaszt még így a végén, de gyilkosságot nem tud elhozni. Ne felejtsük el, felsősvényen inhibitor eset. Erősített minionok érkeznek, Skinzor lehet bajban, de hát nézd meg azt a gyógyítást! Megmenti egyszerűen a Little Pony, nem hagyja, hogy Skinzor odavészen és a gyilkosságot el lehet hozni. Szotyitó pedig már nem az első az, hogy... Vérszemet kapott, abszolút vérszemet kapott, úgy gondolta, hogy be tudja fejezni gyorsan Skinzornak a Viktoriát, akinek rettentő kevés élete volt, de mégsem így történt. Glory pedig ugye azzal, hogy ő első tárgyként a kesztyűt, a jégkesztyűt építette meg, pont nem volt már annyi sebzése a végső képességével, hogy Bluzorra tudjon válaszolni, mindketten jóformán 0 HP-val érték meg. Geniken és Warfare-nek a párharca következhetne, de azért itt van Logan, ezt mindenképpen látta a kék talizmánból érkező, illetve a most elhelyezett őrszemeknek köszönhetően. Geniken innentől kezdve nem mert kezdeményezni, Póni lehet bajban. Szotyi megint ugrál Pónira, egyszerűen ő a fókusz, és lehet, hogy be lehet fejezni a gyilkosságot. Teleporttal pedig érkezik a buliba, nem más, mint Frater, meg is érkezik. Little Pónit be lehet fejezni, ha bár ez az életébe került Szotyinak, ezről tudta elhozni a gyilkosságot, és megint érkezik egy teleport. Nem más pedig Aloi. Rek'Sai, itt van Rek'Sai, és menekülnötök kell, megint jó a kezdeményezés, végső képességet elhasználja Aloi, a gyilkosságot el tudja hozni, de Geniken itt van, be lehet fejezni, míg a háttérben pedig Frater be tudja fejezni LeBlancot. De what, why, miért? Tehát, hogy miért fordultunk vissza, tehát abszolút, amikor érkezik egy full HP-s Jarvan ellened, hát nem, inkább menekülök, vagy inkább menekülésre használom még az utolsó utáni képességemet is, főleg egy olyan Jarvan, aki Draktárral rendelkezik, Yomus ellenkardja most már nála is elérhető, hát Yomus ellenkardja három embernél van, a THR-nél, Bluzornál, van egy Fradernél, illetve Genikennél, tehát abszolút brutális, Szotyi mit azt kap? Azt a mindenit végső képességét el kell használnia arra, hogy menekülni tudjon, míg a THR-es csapat az alsó ösvény inhibitorát el tudják hozni. Kettőt, hoppá, Viktor
Skinzor, nem aludtad ki magad, hát úgy látszik, kicsit túlvállalta magát. LeBlanc be tudta fejezni, viszont... Skinzor megmondta, hogy fidelni fog, nem látod? 7-3-ba fidel. Abszolút, neki van a, ugye, Frader után a legtöbb halála, tehát hogy legalábbis holt versenyben van két játékos, mind a felső, mind a középső ösvényen, abszolút. Hát majd megbeszéljük élőben Debrecenben Skinzorral, hogyha ők jutnak be a döntőbe, hogy mi volt ez a feed party. Bár mondjuk mondta, tehát teljes mértékben tájékoztatta a kedves közönséget, már hogyha csak a streamet nézzük, hogy ez fog történni, de hát bizony, jó persze ez egy vicc, vagy legalábbis ezt ne vegyétek komolyan. Titán hitet, tehát egy kicsit tankos itt, kicsit tankos, nem bérszem esélyet, hanem Titán hitet látszálul arra a Rek'Sai-ra, de azért így is van mindenképpen még 20 sebzés nála. Baronnosor tánc elkezdődik, az őrszemek kitakarítása, illetve a sutyenek elhozatala meg volt két, három ember sikerült feldobni. Frater pedig megindul, viszont a lánc tökéletes volt rá, így őt meg lehet kötni, mindjárt az a kis föld, ez viszont egyértelműen, hogy megvan vele őrülve, 10-3-as és még 5 támogatás van rajta. Ajjajjaj, hát mit fogtok ezzel csinálni? Nem tudom pontosan mi lesz, de az, hogy Skinzor azért kap egy kis sebzést, illetve még a feldobás is jó, ez visszavonulásra kényszerít ideig, óráig. THR csapatát 12-26 az állás, az aranykülönbségről már ne is beszéljünk, 8-0 a torony. Állás, ezen mindenképpen változtatni kell majd a következő mérkőzésen. A Revenge from Hell csapatának muszáj valamilyen szinten a pályára olyan rálátást biztosítani a tornyok elhozatalával, hogy ki tudjon mozdulni a saját bázisából a jelen esetben kék oldalon játszó csapat, mert így, hogy folyamatos védekezésre vannak kényszerítve. Frater pedig megindul végső képességét, nagyon jól elhasználja, viszont érkezik a felmentő sereg, a lánc jó lehet rá elugrani, nem tud! Így még a gyilkosságot még el lehet hozni, Janna hozza el a gyilkosságot. A vér Janna is kap most már egy gyilkosságot, és megállnak. Közben a THR-es csapat maradék 4 tagja, ez a bajban lehet, habár... Korai volt ez a kiugrás. Korai. Nagyon korai volt ez a kiugrás, el akarták kapni, csak mondjuk LeBlanc eléggé mobilis, illetve később érkeztek a Revenge from Hell játékosai, így viszont 4 emberrel megkezdi a Baron Nashort. THR csapata nem fognak ideérni, esélytelen próbálkoznak, tudják, hogy ez történik, vagy hát én úgy vagyok vele, hogy biztosíthatóak, most már aztán hangokból, és megtudhatják azt, hogy a THR 4 emberrel, de elhozta a Baron Nashort, így viszont Viktornak, hogyha talált volna az a halál sugara, ez konkrétan egy gyilkosságokat érhetett volna, kijött közben Warfare-nek a passzívja, így neki ez most nem lesz elérhető a következő csatában, és hogyha már Hydráról beszéltünk, akkor a vérszomjas Hydrát fejezte be közben Buxor. Láttunk már hasonló építkezést egy Jarvanon, de most az konkrétan válság volt egy Sivirt. Most már van esélye, én úgy gondolom, például Glory-ra úgy ráugrani, hogyha nincsen térugrása és látjuk, nincsen most villanása sem, akkor ne tudjon menekülni abból a kataklizmából, az pedig rá fog robbanni. Hát igen, amikor egy 16-os levelű Jarvan jön veled szembe, és te a felső ösvényen csak 15 szinten rendelkezel, akkor meggondolod, hogy neki mész-e. Arról nem is beszélve, hogy Glory csak 13-as szintű, tehát egyértelmű, hogyha kiugrik rá Frater. Míg mond, hát csak említenem kellett, és már el is takarítja a föld színéről ezrőt. Még LeBlanc is bajban lehet, ha bár pedig ő mobilis, talán el tud menekülni. Nem tud elmenekülni, Geniken el tudja hozni a gyilkosságot. Kettes ember előny a THR-nél. Baronnasor erősítés, alsó és felső ösvényen, ha bár most csak alsó ösvényen van beütve az inhibitor, de középső ösvényen egy tornyot el tudtak hozni. Minionok itt vannak, lehet fordulni a toronyra, és egyszerűen megállíthatatlan a THR csapata. A tornyot el lehet pusztítani, Szotyi lehet még bajban, villania kell az életéért. Aloy még megérkezik végső képességével, hogy meg tudja védeni a Nexus, de ez nem fog menni, ugyanis Bluzor meg van őrülve, és a Nexus ebben a pillanatban be tudja dönteni a THR. El tudja hozni az első meccset.
Pontosan nem mondom, hogy túl nagy nehézségek árán, de megszerezték az első győzelmet. Team Horizon Reapers csapata. Így 1-0-ra állnak a BO3-as meccs keretein belül. Most jön pár perc szünet, egy kis frissítés mind a csapatoknak, mind pedig nekünk. Majd utána jövünk a második mérkőzéssel, ahol Thanatos és Zimmerian fog titeket köszönteni. Ők fogják a következő mérkőzést kommentálni. Addig is ne menjetek messzire, sziasztok! Sziasztok!